Miért fontos, hogy odafigyeljünk szervezetünk megfelelő vas ellátottságára? A tápanyag hiányok közül a leggyakoribb a vas hiány. A magyar népességnek kb. 30%-a vas hiányos, tehát elég nagy jelentősége van a dolognak. Különösen gyakran érinti a vas hiány a gyermekeket. Ilyenkor a gyermeken azt veszük észre, hogy fáradékonyabb, kedvetlenebb, az iskolába saját magán alul teljesít, nem olyan jó a koncentráló képessége, sokszor romlik indokolatlanul a tanulmányi eredmény, gyakrabban fázik meg, hiszen a vas hiány a fertőzések gyakoriságát is okozza. Ha ezt a szülő idejében észreveszi, akkor lehet pótolni természetesen ezt a vas hiányt. Mivel a vas hiány tünetei fájdalommal nem járnak, tényleg a szülőnek az odafigyelésén múlik az, hogy ez erre időben fény derüljön. Ráadásul nem csak a tünetekkel van a probléma, hanem hogyha a gyermek hosszú távon vas hiányos, akkor ez kihat az ő szellemi fejlődésére is, és ez esetleg elmaradhat. Szintén nagy jelentősége lehet a vaspótlásnak a várandósoknál. Szerencsére itt rendszeres laborkontrollvizsgálatok miatt az orvos ezt időben észreveszi és pótolja. De ugyanúgy fontos odafigyelnünk a vegetáriánusok vas bevitelére, hiszen a vörös húsokból ők ugye nem fogyasztanak, ami a legjobb természetes vasforrás lehetne, illetve a sportolóknál is oda kell figyelni, mert nekik meg lényegesen nagyobb az ásványi anyag igényük, különösen a vas igényük. Márpedig, hogyha egy ilyen sportoló vas hiányban szenved, akkor sem a koncentrációja, sem a fizikai teljesítménye nem fog megfelelni az elvárhatónak. A vaspótlás tehát rendkívül fontos dolog, nem mindegy azonban, hogy ezt milyen készítménnyel tesszük. Az ásványi anyagok általában nehezen szívódnak fel. Különösen igaz ez a vaskészítményekre. Nagyon sok vaskészítmény van a piacon, aminek a fogyasztása mellékhatásokkal jár, gyakran székrekedéssel. Ezt a szervetlen vaskészítményeknél szoktuk tapasztalni, érdemes tehát körültekintően egy jó minőségű vasat választani a vaspótlásra. Ilyen lehet például a vas fumarát formában lévő vaskészítmény. Még több hasznot hoz, hogyha C-vitaminnal, esetleg bioflavonoidokkal együtt fogyasztja az illető a vasat. A vas hiánynak tehát hosszú távon kellemetlen tünetei vannak. Visszaveti az embert a szellemi munkájában, a fizikai munkájában, miközben kellő odafigyeléssel, egy laborvizsgálattal, hogyha kiderül a dolog, akkor könnyen és jól kezelhető eltérésről van szó.